Izrael háborús kabinetjében nézeteltéréseket okoznak az észak kiújuló harcok. Gary Lane következik a CBN hírstúdiójából. Az IDF Gáza olyan területein küzd a Hamasszal, amelyeket már hónapokkal ezelőtt megtisztított. A terrorszervezet megújulása miatt Netanyahu izraeli miniszterelnök összetűzésbe került védelmi miniszterével Gáza jövőjével kapcsolatban. Julie Stahl érkezik a részletekkel. A közép- és észak harcok felerősödésével a Jabalia menekültábor közelében egy baráti tűzben öt izraeli katona vesztette életét és heten sérültek meg. Az IDF által már meghódított területeken újraformálódó Hamasszal folytatott harcok vitát keltenek az övezet háború utáni vezetéséről. Izrael védelmi minisztere Netanyahut okolja, amiért nem segített más gázaiaknak megragadni a hatalmat. Felszólítom netanyahu hogy hozzon döntést és nyilatkozzon, hogy Izrael nem fog Gáza polgári ügyeiben rendelkezni. Nem lesz Gázában izraeli katonai megszállás, és a gázai övezetben a Hamas helyett haladéktalanul egy másik vezetőség lesz felállítva. Netanyahu szerint nem lesz addig palesztin vezetőség, amíg a Hamas nem törlik el teljesen. Amíg nem bizonyosodik be, hogy a Hamasnak már nincs katonai uralma Gáza fölött, addig nem lesz olyan párt, ami a veszély ellenére magára vállalná a polgári vezetést. Addig nincs értelme az utána következő napról beszélni, amíg a Hamas sértetlen. Amerika külügyminisztere újra követelte, hogy Izrael álljon elő háború utáni tervel. Amerika a két államos megoldás forgalmazza a palesztin hatóság vezetésével, de Netanyahu szerint a hatóság elfogadhatatlan, mert az a terror finanszírozója és oktatója. A Hamas utáni civil kormányzat csak az izraeli hadsereg felelősség vállalásával tudna működni. De ennek van egy előfeltétele. A Hamas utáni nap csak a Hamas után, a Hamas megsemmisítése után jön el. A kettő nem tud egyszerre működni. Ezt meg kell érteniük. A Nemzetközi Bíróságon csütörtökön megkezdődtek a meghallgatások Dél-Afrika kérelmével kapcsolatban, amiben arra szólítják fel Izraelt, hogy hagyjon fel a Rafai Hamas egységek támadásával. Egyiptom az első Izrael-el békét kötő arab ország is a kérelem támogatói közé állt. Richardnak nagy ambíciói voltak, hogy sok pénzt keressen, legálisan vagy illegálisan, mindegy. Aztán meglopták és dübegurult, megszállottan kereste a tolvajt. Ekkor a barátnője meggyőzte, hogy kérjen segítséget egy vudupaptól, paptól, és Richard rövidesen egész más célt tűzött ki. Elkezdtem boszorkányokhoz, varázslókhoz járni, ami már mindennapossá vált. Ezek a boszorkányok azt mondták nekem, hogy nekem is ennek kell lennem. Erre vagyok elhívva. Richard Lorenzo azt hitte, hogy végre megtalálta élet célját, amit már kisfiúkora óta keresett. Miért élünk, hogy meghalljunk? Mindig ez járt a fejemben, és nagyon sok gyötrelmet okozott. Kezdetben a pénzkeresés volt a célja. Mit tudna megvenni? Kit lehet befolyásolni? Hamarosan azt az életet hajszolta, amit a tévében és a filmekben látott. Meg akartam szerezni a lányokat. Népszerű akartam lenni. Meg akartam szerezni a kocsit, és birtokolni mindazt, amit a zenei klipekben láttam. Ritkán drogozott, mégis marihuánát kezdett árulni a középiskolában. A legegyszerűbb pénzkeresetnek tekintette, hogy aztán törvényesen fektesse be. Mindig minden helyzetben pénzt akartam szerezni, legálisan vagy nem. Próbáltam a csúcsra jutni, hogy elindíthassak egy vállalkozást, hogy milliókat kereshessek, ezt hajtottam. Valamit kezdeni akartam a pénzzel, és nem csak növelni a statisztikát a börtönbe jutottak vagy a megöltek között. Két év után ott hagyta a főiskolát, és beállt a haditengerészethez stabilitást keresve. Azonban ott új piacot találta a marihuána értékesítéséhez. Elkezdett fűvel kereskedni, nagy mennyiségben. Szóval azt gondoltam, amit mindenki, hogy a siker, a pénz és az anyagi szabadság az elhozza majd nekem a beteljesülést. Aztán 2018-ban eltűnt egy 20 ezer dollárt érő drogcsomag. Bár ez csak töredéke volt a bevételeinek, Richard dübe gurult. Valamiért nem akartam elengedni. Elutasítottnak éreztem magam, mint gyermekkoromban, vagy amikor egy barátom meglopott. Mintha ez az érzés táplálta volna a vágyat, hogy megtaláljam ezt a tolvajt. Látva Richard tolvaj utáni megszállottságát, a barátnője azt javasolta, hogy látogassák meg a nagybátyját, egy haiti vudu papot. Richard 2019-ben leszerelt, és Haiti-re repültek, hogy találkozzanak vele. Amikor találkoztam a fickóval, érezni lehetett egy jelenlétet. Hátborzongató volt. Érezni lehetett, hogy valami nincs rendben. Alkoholt kellett innia és egy egész rituális táncot járnia, meg ilyesmiket, hogy megidézzen egy ősi szellemet. Aztán a szellem megszállta őt, és elkezdett beszélni. Elkezdett beszélni a múltamról. Mivel kreolul beszélt, a lánynak kellett fordítania, akivel együtt voltam. Nagyon pontos dolgokat mondott a múltamról. Richard nem kapott választ az eltűnt drogra, de felébredt a kíváncsisága. Így amikor hazatért Kaliforniába, belevetette magát a boszorkányságba, és el is felejtette az eltűnt drogot. Láttam különböző rituálékat, amiket csináltak. Furcsa volt, kényelmetlenül éreztem magamat. Egyáltalán nem éreztem jól. De izgalmas volt, és olyan volt, mintha a testet kielégítené. Azt gondoltam, ez az élet célja. Azt hittem, hogy ez lehet a hivatásom. Isten akarja, hogy ezt tegyem. Akárki is Isten. Carlin teherbe esett, és Floridába költöztek, hogy közelebb legyenek a családjukhoz. Ekkor Richard valami furcsát vett észre. Keresztények kezdtek megjelenni az életében. Találkoztam egy Paul nevű fodrásszal. Meséltem neki a vudúról, amit csináltam. Ő pedig azt mondta, én nem csinálok ilyet, Keresztény vagyok. Találkozott egy másik férfival is, aki meghívta őt a gyülekezetbe. Néhány hét után Richard végül engedett és elment. Ahogy beléptem a gyülekezetbe, egy mindent elsöprő békességet éreztem. A légkör könnyed volt, teljesen ellentétes azzal, ami a boszorkány helyeken volt. Felnéztem a színpadra, és éppen egy dicséretet gyakoroltak. Megláttam a borbélyomat is, túl sok a véletlen gondoltam. Elkezdtem érezni, hogy talán ez igazi elkezdődött az Isten tisztelet, és elkezdték játszani a Reckless lavot, hogy elhagyja a 99-et az egyért. Akkor éreztem először Isten jelenlétét. Elkezdtem sírni, zokogni. A lelkészek rám tették a kezüket, imádkoztak értem, de én még mindig nem hittem. Richard a kételjei ellenére vett egy bibliát és olvasni kezdte, hogy megtalálja azt a békét, amit megtapasztalt. Aztán egy hónappal később, amikor egyedül volt a lakásában, valami betalált. Letettem a Bibliát, és egy valóságos felismerés ütött belém. Azt gondoltam, hogy ez Jézus, csak ő lehet. És ez mintha a lelkembe és a szívembe hatolt volna. Megtapasztaltam a hitet, éreztem, hogy elhiszem. Határozottan tudtam, hogy ott van Isten, és tényleg Jézus a válasz. Ő az út. A földre estem és sírtam, és éreztem, hogy minden megváltozott. Minden megváltozott. Egyszerűen tudtam, hogy Jézus Krisztus az. Amikor találkoztam azzal a fényjel, azzal a szeretettel, azzal a békével, minden megváltozott. Mintha a szívem vágyai változtak volna meg. Richard kidobott minden boszorkánysággal kapcsolatos dolgot, és átadta életét Istennek. Elkezdett gyülekezetbe járni, és mindenkivel megosztotta a bizonyságát, beleértve Kárlint is. Összetört és sírt, és ő is átadta az életét Jézusnak. Végül mindketten megkeresztelkedtünk. Aztán elmentünk, és egy ebédszünetben összeházasodtunk. Richard Malelki, pásztor és utcai evangelista. Szeretné, ha mindenki megtalálná a célját az Istennel való kapcsolatban. Az élet értelme az, hogy szeressünk és szolgáljunk, mert ideiglenesen vagyunk itt. Semmi, amit elértünk ezen a világon, az utazás, a nők, az autók, a ruhák, a siker, nem jelent semmit, mert az ember meghal és semmit nem tud magával vinni. Ne ragadjunk bele a kultúrába, a világba és a dolgokba, amelyek nem számítanak. Mi az élet célja? Ez elvezet ahhoz, hogy elkezdjünk keresni, és meg fogjuk találni Jézust. Ugyanezt a kérdést teszem fel én is önnek. Mi a célja? Mi az élet célja? És még két másik kérdést is felteszek. Honnan jön és hová tart? És ha nem tudja a választ ezekre a kérdésekre, ismerek valakit, aki meg tudja adni a választ. A neve Jézus Krisztus. Ő az, aki ki akarja jelenteni magát az ön életében is. Meg akarja mutatni magát. Meg akarja menteni Önt. Ezért jött, ezért halt meg a kereszten, és ezért támadt fel a halálból. Ön miatt tette mindezt. És most csak annyit kell tennie, hogy megkérdezi, Uram, mit kell most tennem? Pont ugyanezt kérdezte Pális Jézustól, amikor megjelent neki, Mit akarsz, mit tegyek? Ha ezekre a kérdésekre választ kapunk, akkor hirtelen minden értelmet nyer. És azt mondjuk, Istentől származom, és most itt vagyok. Mit akarsz, mit tegyek? Vissza akarok térni hozzád. Megtérek. Ha ilyen találkozásban van része, és megérti, hogy mennyire szereti Önt Isten, akkor megtapasztalja a jelenlétét. Ha ezt a szentírás ismeretével is kiegészíti, azzal, amit a Biblia világosan kijelent, akkor az élet egészen csodálatos lesz egy nagy kalandá válik. Lehet, hogy ön is olyan utat járt be, mint Richard, aki sok pénzt akart, és azt hitte, hogy a pénz majd hatalmat ad neki, hogy pénzzel majd legyőzi az elutasítottságot, az aklatást, a sok rossz dolgot, ami gyerekkorában érte, és emiatt nagyon furcsa dolgokba keveredett. Elkezdett kábítószerekkel kereskedni, okkultizmussal foglalkozott, és olyan emberekkel találkozgatott, akiket démonok szálltak meg, és ennek hatása alatt a gyerekkoráról beszéltek neki. A Biblia is beszél erről. Ezek az úgynevezett familiáris szellemek melyek mindent tudnak, mert generációk életében voltak jelen, és tudják, honnan jött az ember, mit csinált, mi történt vele, amikor még gyerek volt. Ne hagyja, hogy ezek megzavarják önt, mert ezek nem tudják elvezetni a három kérdésre adott válaszhoz. Honnan származom, mit kell tennem, merre tartok? Amikor Richard megtalálta a választ, és ez eltartott nála egy darabig, lehet, hogy önnél is el fog tartani, de képes lesz megtalálni. Szóval, amikor Richard kereste a választ, Isten tanúkat küldött hozzá. Egészen szokatlan tanúkat. A fodrászán át olyan személyekig, akik véletlenszerűen bukkantak fel, és keresztezték az útját. És ez nagyon bibliai. Isten hírnököket akar küldeni Önhöz, hogy az Ő akarata szerint mondják el, hogy ez most kifejezetten Önnek szól, és várja a választ. És mi a válasza? Richard elment a gyülekezetbe, megtapasztalta Isten jelenlétét a dicséret alatt, és elkezdett sírni. A pásztor imádkozott érte, majd elment, mert nem tudta, hogy mi történt vele. Isten azt akarja, hogy Ön tudja ezt, hogy megismerje Őt. Amikor Richard végül megértette, hogy mi is ez, milyen megtapasztalása volt, akkor tudta meg, kivel is találkozott. Hogy Jézus valóságos, és meg akarja magát mutatni, és újjá akarja Önt teremteni, mert Jézus valóságos, és meg akarja ismertetni magát meg akar újítani minket, ahogy megújította Richardot is, aki felhagyott azzal, amit régen csinált, amire régen vágyott. Jézus önnel is megteszi ezt, csak kérnie kell. Csak egy ima kell hozzá. Csodálatos, milyen egyszerűvé tette ezt Jézus. A Biblia azt mondja, hogy mindaz, aki az Úr nevét segítségül hívja, megtartatik. Ez ilyen egyszerű. Jézus, hallasz engem? Tényleg létezel? Tényleg meg akarsz bocsátani minden bűnt, amit elkövettem? Igaz ez? Te tényleg értem jöttél el? Tényleg a te gyermeked vagyok? Tényleg velem akarsz lenni az örökké valóságban? Ez mind igaz? Ha tiszta szívből kérdezi ezeket, akkor ez nem szemtelenség Istennel szemben. Ha mindez belülről jön, ő ki fogja jelenteni magát. Erőben fog megjelenni önnek. Ha szeretné ezt, hajtsa le a fejét, és mondjon el velem egy nagyon egyszerű imát. Isten meg fogja látogatni önt. Nem a távoli jövőben, hanem most. Be fogja mutatni, mennyire szereti önt annyira, hogy kész volt meghalni önért, hogy átvegye az ön helyét, és megfizesse a büntetést minden rossz tettért. Mindezt azért tette, hogy ön vele lehessen. Ha szeretné ezt, hajtsa le velem a fejét, és imádkozzunk, és a többi Jézus dolga. Imádkozzunk. Jézus. Mondja ki a nevét hangosan, aki most segítségül hívja őt. Mondja velem hangosan, Jézus, Uram, én szeretnélek megismerni. Szeretném látni, hogy valóságos vagy, és tényleg meg tudsz látogatni, hogy tényleg megtapasztalhatom a jelenlétedet bennem és körülöttem. Szeretném ezt, szeretném megtapasztalni. Kérlek Jézus, költözz a szívembe. Bocsáss meg minden bűnt, amit elkövettem. Bocsáss meg, változtass meg, tégy újjá. Állítsd helyre azokat a dolgokat, amiket elveszít. Különösen azt a képességemet, hogy lássalak és érezzelek. Igen, látni akarlak és érezni akarlak téged. Kérlek, tedd meg ezt most. Légy velem. Jézus nevében kérlek erre. Atyám, kérlek, hallgass meg engem. Ámen. Atyám, kérlek, hogy mindazokat, akik most imádkoztak, töltsd be a szereteteddel. Töltsd be őket túlcsordulóan. Öntsd rájuk a te szellemedet, Istenem. Ha kötöttek olyan szövetséget, ami ellened van, azt most megtöröm a Jézus nevében. Az ellenségnek nincs hatalma felettük. Szabadok, mert akiket a fiú megszabadít, az valósággal szabad. Tedd meg most, Uram, mert Jézus nevében kérjük. Ámen és ámen. Józsefát története akár csak egy Dickens novella. Az édesanyja elhagyta, amikor megszületett, és kisgyerekként a földeken kellett dolgoznia. Az avargások miatt egy korrupt árvaházba került, amit csalók vezettek. A története itt véget érhetne, de ehelyett segítséget kapott. A 22 éves Joseph rendszeresen meglátogatja a gyerekeket a gyermekotthonban, amit az árvák ígérete szervezetünk támogat. Ez egy biztonságos környezet árváknak és sebezhető gyerekeknek, hogy nevelkedjenek és gyarapodjanak. Mielőtt József át felnőtt, ez volt az otthona. Ez volt az otthonom, a családom. A fiúk és a lányok itt olyanok, mint a testvérek. Ismerjük egymás történetét, jobban ismernek engem, mint bárki más. Nagyon szeretem őket. Mielőtt otthonnak hívta volna, Josephát élete tele volt bizonytalansággal. A nagyapámnak 11 gyermeke volt, én voltam az első fiú unoka. Miután megszülettem, az anyukám elment. Nem tudom, hogy mi történt. A nagyapám magához vett, mint fiát. Eljutottam arra a pontra, hogy magányos és reménytelen voltam, mert nem volt emlékem a biológiai apámról. Szóval én voltam az, aki vigyázott a tehenekre és a kecskékre. Napközben egész nap a földeken kellett lennem, úgyhogy nem volt időm hazaszaladni, ebédelni vagy inni. Az erdőben kellett lennem, ahol mindenféle fa és tüskés bokor volt. Nagyon nehéz volt. Nem akarom, hogy bárkinek is át kelljen ezt élnie. A tanulás sosem volt fontos dolog. Nem mehettem minden nap iskolába. Általában a nagyapám csordájára vigyáztam. Nagyon szerettem iskolába járni, és ha nem tudtam menni, arra vágytam, bárcsak ott lehetnék a barátaimmal. Amikor kilenc éves volt, egy választás után zavargások törtek ki ott, ahol élt. Erőszakos cselekmények történtek. Nem volt többé biztonságosan nagyapjával élnie. nairobi ment a nagynényéhez, aki árvaházba adta. A nagynéném azt mondta, hogy bentlakásos iskolába visz, de később rájöttem, hogy ez egy árvaház. Ez nem iskola volt. Becsapott. Nagyon nehéz volt beilleszkednem mert előtte soha nem neveztek engem árvának. Az árvaházat korrupt emberek vezették, akik zsebretették az adományokat, ahelyett, hogy a gyerekekre költötték volna, ezért ismét nem tudott rendszeresen iskolába járni. Ez így ment évekig, majd egy nap, Isten közbelépett, és a szervezetünk átvette az árvaházat. Joseph át végre rendszeresen iskolába tudott járni, és lett egy biztonságos, szerető otthona, ahol fejlődni tudott. Az életem teljesen megváltozott. Önök fizették a tanításom, az étkezésem, és mindent, amire szükségem volt. Ez volt az ágyam, ahol aludtam. Amikor először beléptem ide, az volt a benyomásom, hogy sosem éltem ilyen házban, ilyen szép szobában. Azt sem tudtam, mi az a paplan. Ez volt gyerekként az álomágyam, az álomszobám. Ez idő alatt beszéltek neki Istenről. Akkor következett be a fordulópont az életemben, amikor átadtam az életemet Jézusnak. Életemben először ekkor tapasztaltam meg Isten szeretetét, az igazi szeretetet és örömöt. Isten fő tulajdonsága számomra, hogy ő az igazi atyám. Mindig is velem volt, az Árvák Ígérete Szervezetének segítségével Josephát lediplomázott a közgazdaságtudományi alapképzésen. Most egy startup vállalkozás projektmenedzsereként dolgozik. Az Árvák Ígérete adott lehetőséget, hogy nagyot álmodjak. Nagyon hálás vagyok Istennek. Mióta kiköltöztem, igyekszem minden héten elmenni a gyerekekhez, és megosztani velük a tapasztalataimat. Bíznak bennem. Bármikor fordulhatnak hozzám. És én a tőlem telhetően igyekszem bátorítani őket. Hiszem, hogy Isten adta a képességet arra, hogy biztonságos bástya legyek a számukra. Tényleg nagyon fontosak nekem. Minden árvák ígérete adakozónak köszönöm, hogy családot adtak nekem, és évekig otthon teremtettek számomra. Isten áldja meg önöket gazdagon. Nagyon hálás vagyok a szeretetükért. Köszönök mindent.